Bocsásson meg, kérem. Épp most érkeztem a vonattal, idegen vagyok itt. Valami szállást keresek, leginkább egy panziót. Csak ne kerüljön sokba. Igen, induljon el arra felé, van ott néhány. Köszönöm. Jó napot! Szobát szeretne? Mennyibe kerül? Nem kell luxusnak lennie. Nálunk nincs semmiféle luxus. Csak az összeg érdekelne. Mennyi ideig akar maradni? Még nem tudom. Néhány napig biztosan. 50. És naponta perkálni. Na és miért? Nálunk így szokás. 35-ös szoba. Van telefon a szobában? Nincs, csak itt. Magammal vihetném a telefonkönyvet. Persze. Gyere, hopi. Bocsásson meg, kérem, de talán ha a nevét... Ki az? Valaki beszélni akar magával, de nem mutatkozott be. Akkor tegye le. De azt mondja, hogy egy régi ismerőse. Na jól van, beszélek vele. Igen, Corin? Szia. Dora. Ki az? Beszélje hangosabban. Én vagyok az Dora. Karl. Itt vagyok Münchenben. Épp most érkeztem. Igen, Kielből. Hallottam, hogy Münchenben élsz. Nem, egy panzióból. Egy pillanat. Mi a neve a panziónak, és mi a címe? Igen, igen. Jó, tudom, hogy hol van. Kérlek, maradj ott. Majd én oda megyek. Fél óra múlva ott vagyok. Jó napot. Jó napot. Waginger urat keresem. Fent a 35-ös szobában. Ha a liftet keresi, az itt nincs. Ott a lépcső. Tudod, mit jelent nekem ez a pillanat? És mikor engedtek ki? Már 2 hónapja. De nem tudtam, hol talállak. Nos, meg kell értened. Nehéz helyzetben voltam. Ezt én is tudom. Hogy ennyi év alatt egyszer sem jelentkeztél, én megértem. Én mindig mindent megértettem. Valóban? Hát, hogy ne. A magad módján túl kellett lépned az egészen. Igen.
Örülök, hogy így látod. Nagyon megkönnyebbültem. Hiszen mondtam már, kétségeim sem voltak. Ki kellett törölnöd az emlékezetedből, hogy újra talpra állj. És hogy találtál rám? Egy újságkép alapján. Színésznő lettél. Igen. Na igen. Mindig ez volt az álmod, nem? Carl? Tudom, hogy mit akarsz mondani. Újra férhez mentél. Ez persze bigámia. Bigámia, bigámia. Ne így fogd fel. Nézd, nagyon nehéz helyzetben voltam. A férjem, a férfi, akihez hozzámentem, sosem értette volna meg. Úgy értem, nem vallhattam be neki, hogy egy olyan ember a férjem, aki börtönben ül. Nagy hibát követtél el ezzel, Dora. Ismerned kellett volna a helyzetemet. A teljes cső célén álltam. Kilátástalan volt a helyzetem. Ezt már mondtad. Mégis helytelenül viselkedtél. De hát soha nem is tudtál. Mit nem tudtam soha? Helyesen viselkedni. A neked nem tetsző helyzeteket egyszerűen ignoráltad. Félretoltad, mintha rád nem vonatkozna a valóság. Mit akarsz tenni? Semmit. Semmit, Dora. Semmi olyat, ami ártana neked. Remélem, elhiszed ezt nekem. Hiszen már bebizonyítottam, hogy szavahihető vagyok, nem igaz? De valaminek történnie kell, úgy értem. Biztos, hogy van valamilyen elképzelésed. Csak jót akarok neked. És mi a jó nekem? Ha itt maradok. Itt a közeledben. Ezt azért nem tilthatod meg nekem. Amennyire lehet, a közeledben szeretnék lenni. Hogy képzeled ezt? Megígérem neked, senki sem fogja megtudni, hogy én vagyok a férjed. Csak részesedni szeretnék az életedből. Ez a feltételem. Megint elmész? Igen, még be kell mennem az irodába. Van valami? Igen. Tudod, feladtunk egy hirdetést. Kertészt keresünk. És egy sofőrt. Jó, és? Épp az előbb jött valaki bemutatkozni. Á, tehát már jelentkezett valaki. Odakint vár. Azt mondtam neki, hogy a férjemnek kell döntenie. Jó, és hogy néz ki? Milyen benyomást tett rád? Amennyire meg tudom ítélni, nagyon megbízható. Megnézted alaposan a papírjait? Igen, igen, rendben vannak. És ajánlások? Igen, vannak. Na jó, akkor vedd fel. Legalább nézd meg magadnak. Elvégre egy fedél alatt fogunk élni vele. Miért? Nem a kertészház lakását kapja meg? Persze, hogy azt kapja meg. De... De? Ezzel a házhoz tartozik. Na jó, akkor küldd be egy percre. Kérem, jöjjön be. Jó napot. Jó napot. Aha.
Tehát maga az új kertész. És a sofőr. Mindkettőhöz ért. Hiszen különböző foglalkozások. Remélem, mindkét területen megfelelek majd. Milyen szakmát tanult? Nyomdász voltam. Na, ez tényleg egészen más. De volt alkalmam több foglalkozásban is bizonyítani. Például? Sokat voltam a friss levegőn, amit megszoktam, és nem szívesen nélkülözném. Ha jól értem, nem tanult kertész. Nem, de a végsőkig bevetem magam. A végsőkig? Erre nincs szükség. Magáé az állás, természetesen próbaidővel. A többit beszélje meg a feleségemmel. Köszönöm, nagyon köszönöm. Jó, rendben. Menjen ki egy pillanatra. Igen. Kérem. Már is. És még egyszer köszönöm. Nem mondom, elég különös fickó. Miért? Meglehetősen terjengős. Viselkedjen normálisan, nem máshogy. Rúg ki, ha nem viselkedik normálisan. Mégis mi a normális? Viselkedjék úgy, ahogy szokás. Ehhez vagyunk szokva. Ezt várjuk el másoktól. A normális emberek kényelmesek. Legalábbis a legtöbb esetben. Dóra! Ide jönnél, kérlek? Épp meg akarom mutatni a lakást. És mondd, hogy hívják? Waginger. Karl Waginger. Még meg sem kérdeztem, van családja? Azt én sem kérdeztem meg tőle. Hát kérdezz meg. Minden jót. Milyen szép lakás. Világos, barátságos. Én még mindig cellafóbiás vagyok. És elbűvöl, ha ilyesmit látok. Boldog vagyok, Dóra? Én nem vagyok az. Észrevettem. Ideges voltál. Olyan ideges, hogy azt gondoltam, hogy nem veszi észre. De nem vette észre. Nem túl érzékeny fajta. Nem szeretnék erről beszélni. Na de miért nem? Volt valami elképzelésem. Őrült kíváncsi voltam, hogy ki ez a férfi. Ezt biztosan megérted. Egy üzletember, egy férfi, akit körülvesznek a számok, amelyeket ural, amelyekkel bánni tud, méghozzá nehézségek nélkül. Azonnal látni, hogy nagy hatalma van. Ismétlem, nem akarok beszélni róla. Bocsáss meg, Dora. Bocsáss meg. Biztosíthatlak arról, hogy nem vagy kényszerhelyzetben. Már hogy ne lennék kényszerhelyzetben? Ez az állapot nem tarthat örökké. Teljesen kizárt. Én megértelek, Dora. Én megértelek. Addig itt maradhatsz, amíg nem találunk neked valami megoldást. Munkát. Lakást. És amíg nem nyugszol meg. Igen, Dora. Rendben, Dora. Szabad bejönnünk? Mit hallok? Új kertészünk van. Épp most mutatom meg a lakást. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Örülök, hogy újra van kertészünk. A kert elég kopáran fest. Igen, már láttam. Van mit csinálni. Már alig várom. És együtt a szerelő is. Szerelő? Úgy hallottam, hogy maga sofőr is. Na igen, sofőr. Mint minden sofőr, van egy kis műszaki ismeretem, ami remélhetőleg elég. Majd meg kellene néznie a kocsimat. Szívesen.
Biztosíthatom önöket, hogy amennyire csak lehet, hasznossá teszem magam. Jó estét, Henseler asszony. Jó estét, Corin úr. Elkéstem. 5 perc múlva kész a vacsora. Jó estét. Jó estét, apa. Jó estét, Dóra. Na, hogy ment a mai próba? Úgy, ahogy. Jó estét. Jó estét. Sajnos nem tudtam eléggé koncentrálni. Majdnem elfelejtettem a szöveget. Ami megerősíti a gyanúmat. Túl sokat vársz el magadtól. Fejezd már be! Ne húzd fel magad. Én csak azt mondom, hogy nagy terhet vállalsz ezzel. És gondolom, csak szabad megkérdeznem, hogy bírod ezt az erőfeszítést. Persze, hogy bírja. Ezt miből gondolod? Dóra egyszer elvitt az egyik próbára. Fantasztikus. Úgy értem, szerintem fantasztikus. Tényleg tehetséges. Teljesen oda voltam. Jól van, jól van. Tudod, hogy mi a te hibád? Hogy túlságosan lelkes vagy. De hát ez miért hiba? Ne törődj vele, egyáltalán nem hiba. Nekem jót tett, amiket mondtál. Most pont erre van szükségem. És engem mikor viszel el egyszer a színházba? A legközelebbi alkalommal. A vacsora tálalva. Milyennek találja az új kertész Henseler asszony? Nagyon kellemes embernek, Corin úr. Teljesen oda van, hogy megkapta ezt az állást. Most hol van? Átment a kertészházba. Még segíteni akart a mosogatásban. De persze visszautasította. Maga a megtestesült csoda. Na, én átmegyek. Reggel alig volt idő megismerkedni vele. Igen, tessék? Szabad bejönnem? Ma reggel csak futólag találkoztunk. Azért, mert be kellett mennem az irodába. Kérem, üljön le magad. Köszönöm. Ahogy hallom, jól érzi itt magát. Igen, köszönöm. Remekül érzem magam. Elégedett a szállással? Jobb, mint remélni mertem. Még egy kissé kopár minden. Na igen, még hiányoznak a személyes apróságok, de megvan mindenem. Mindennel elégedett vagyok. Na, ritkán hallani ilyesmit. Ez hosszú nap volt. Iszunk egy sört valahol? Benne vagyok. Vili, elmentünk. Igen, igen, értem. Pillanat! A főnök a vonalban. Sürgős. Beszélj vele. Már elmentünk. Kapcsold át. Igen, Erik. Nem mehetne kis Röder? Jó, add meg a címet. Jó. Jó, rendben. Nem iszunk, munka van. Ki, hol, hogyan? A neve Corin. Meggyilkolták a saját háza kertjében. Valószínűleg egy kis szúrással. Járt már itt az orvos? Sajnos már nem segíthetett rajta. Köszönöm. Tehát a férje azt mondta, hogy átmegy a kertészházba. Még egyszer látni akarta azt a férfit, akit ma reggel vettek fel, és beszélni akart vele. Igen. És ezt a kertészt hogy hívják? Buckinger. Tehát ő volt az utolsó, aki élve látta a férjét. Azt nem tudom. Most hol van? Azt hiszem, a konyhában. Jó estét, Buckinger úr? Én vagyok.
Beszélnem kell magával. Kérem, hagyjanak magunkra. Kérem, foglaljon helyet. Waginger úr, Corin úr ma este ott járt magánál a kertészházban. Igen. Tudni akarta, hogy érzem magam. Én azt mondtam, köszönöm, nagyon jól. Mennyi ideig tartott a beszélgetés? Néhány percig, nem túl sokáig. Aztán kezet nyújtott, és minden jót kívánt. Azt mondtam, nagyon köszönöm. Erre elment. Folytassa, kérem, mi történt azután? Hallottam egy kiáltást. Oda rohantam az ablakhoz, de nem láttam semmit, hiszen sötét volt. Hirtelen fény gyulladt kint a kertben. Megjelent a fiatalember, körbe rohant, és meglátott az ablakban. Oda szólt, hogy mi történt? Nem kiabált valaki? Én azt mondtam, de igen, igen, én is hallottam. Újra elkezdett keresgélni. Mi alatt én kimentem? Aztán hirtelen felkiáltott, jöjjön gyorsan, itt fekszik az apám. Ugye csak ma reggeltől dolgozik itt. Igen. Miért? Semmi különös, csak kérdeztem. Nem értem. Egyszerűen nem értem. Mit mondott ez a Waginger? Milyen meg volt rendülve? Csak annyit mondott, Uramisten. Aztán azonnal segített orvost hívni és értesíteni a rendőrséget. Sápadtnak tűnsz, Dora. Kérsz inni valamit? Mindig jót tett neked, ha ittál valamit. Egy konyak? Nem bírom elviselni, ha így látlak. Rémültem. Így áll. Kérlek. Látni, ahogy kipirulsz. Épp egy konyakot adtam Corin asszonynak. Ugye megengedi? Hát hogyne. A legjobb, ha nekem is tölt egyet. Boldogan. Közel és távol sehol senki, akinek oka lett volna rá, hogy megölje az apámat. Nincsenek ellenségeink. Maria? Nem, teljesen kizárt, hogy valaki személyes okokból gyűlölte volna az apámat. Üzletember, van egy cége. Mindig voltak nehézségei, vitái, néha a konkurensekkel is, de olyan ügye nem volt, ami miatt valaki a késhez nyúlna. Jó, de valaki. Végül is megtette? Igen. Semmi használható nyom. Jó, rendben. Menjetek haza. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Hát igen. Nehéz eset lesz. Miből gondolod? Te szoktad mondani. Minden esetnek van ajtaja. És vagy nyitva áll, vagy zárva van. Ez itt zárva. Igen. Még egyszer bemegyek.
Elbúcsúzom tőlük. Épp megbeszélést tartunk. Mondja, nem kell félnünk, amíg nem tudjuk, hogy ki a tettes és hogy miért csinálta. Mi is veszélyben vagyunk, nem? Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Hagyják égve a lámpákat, zárják be az ablakokat és az ajtókat. Gondolom, hogy a házban van riasztó berendezés. Kapcsolják be. Csak annyit tehetek, hogy megkérem a legközelebbi rendőrőrsöt, küldjenek ide néha egy kocsit, ellenőrizzék a környéket. Ha akarják, úgy értem, ha fontosnak tartják, én itt maradhatnék őrként a házban. Semmi szükség rá. De ha Wagner úr hajlandó rá, ha nem okoz gondot. Én is örülnék, ha lenne még egy férfi a házban. Szívesen vállalom. A vendégszoba. Már is felhúzhatom az ágyat. Én nem szeretném. Van erre valami oka? Nem, nem. Egyáltalán nincs. Csak nem szeretném. De miért nem? Én sem félnék annyira. Ugyanis félek. Mert egyáltalán nem értem ezt az egészet. Szörnyű félelem fogott. Igen, igen. Henzeler asszony, készíts elő a vendégszobát. Rendben. És nagyon köszönjük, Wagner. Ugyan már, nincs mit. Jöjjön. Ha megengedik, elbúcsúzom. Jó éjszakát. Mi a következő lépés? Egyelőre folytatjuk a nyomozást. Van valahol egy gyilkos, akinek volt indítéka. Mindkettőt fel kell deríteni. Jó éjszakát. Tessék, a jegyzőkönyvek, a fotók, a nyomozati jelentések, a tett hely leírása, stb. Stb. Köszönöm. Teljesen körbekerítettelek. A tettes feltehetően a kapun ment be. Lehet. Tehát a házban ott volt a család. Corinne úr, a felesége, a házvezetőnő, a fiú és a lány. Valószínűleg az első házasságából. Igen, az anya évekkel ezelőtt meghalt. Ez már a második felesége. Minden esetre nagyon csinos, nagyon vonzó asszony. Mit? Nem értett volna erre egy rondát. És színésznő. Na és? Talán itt van valami, hiszen nagyon fiatal, rendkívül csinos, jóval fiatalabb a férjénél. Több ezer ilyen házasság van. Jó. Na és mi van azzal a másikkal, Wagner úrral? Mi lenne? A gyilkos mindig a kertész? Miért ne? Igen. Tulajdonképpen miért ne? Wagner úr felajánlotta, hogy itt marad a szobában. Hogy nyugodtan tudjanak aludni. Persze csak, ha megfelel. Nagyon hálásak leszünk, ha ezt megteszi. Örömmel teszem. Nagyon köszönjük, Wagner. Jó, akkor most menjünk aludni. Semmi értelme még tovább fennmaradni. Gyere, felkísérlek. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Természetesen.
Wagener úr, talán mégis inkább menjen át a kertészházba. Tényleg nem okoz gondot, mindig kevés alvásra volt szükségem. Jó, ezt nagyra értékelem, Wagener úr, nagyon kedves magától, de az a véleményünk, hogy jobb lenne, ha átmenne. Corinne asszony, igaz? Nagyon fél. Nem maga ellen irányul, Wagener úr. Mégiscsak fél. Még tőlem is. Biztos, hogy nem erre gondolt. Nagyon bántana. Kérem, mondja meg neki, hogy igazán nincs mitől félnie. Jó, rendben, Wagener úr, megmondom neki. És most kérem, menjen. Nem akart. Azt kérdezte, hogy tőle félsz-e. Most minden idegentől félek. De nincs mitől félned. Azt mondta. Nagyon bántaná. Szörnyen elhagyatottnak érzem magam. Nem vagy az. Szeretnénk belenézni az aktáiba, hogy tudjuk, miről van szó. Igen, pszichológiai jellemzést is kérünk. Jó, köszönöm. Wagener. Jól értettem, börtönben ült. Alig hihető, de így igaz. Kielben ültették le, 4 évre nagyértékű lopás miatt. 3 évig volt bent, és 2 hónapja szabadlábra helyezték. Na, semmi reakció? Beismerem, meglepődtem. De nem vághanyatt a hír. Nem akarsz enni semmit? Nem bírok. Dóra, muszáj enned valamit. Elmész a színházba, vagy mondjuk inkább le? Nem lehet. Nem hagyhatunk el egy próbát sem. De csak megértik, ha meghallják, hogy mi történt itt tegnap este. El kell mennem. Túl sok függettől. Jó reggelt. Érdeklődöm, hogy van-e már valami rendkívüli dolgom. Be kell mennem a céghez. Ha tényleg ragaszkodsz a színházhoz, Wagener úr majd bevisz. Nem. Egyedül megyek. De Dóra, ha már van egy sofőrünk, te túl ideges vagy most. Wagener úr, vigye be Corinne asszonyt a színházba. Szíves örömest. Nem jöhetsz be velem. Szerettelek volna látni a színpadon. De egyszer majd erre is sor kerül. Jó reggelt. Szia, Dora. Nem muszáj maradnod. Ma nélküled próbálunk. Nem. Erre vágyom. Erre van szükségem. Csak gyorsan átöltözöm, jó? Na gyerekek, hányadik oldalnál is tartottunk? Azt mondod, érzés? Nekem nincsenek érzéseim. Hadd kérdezzem meg. És komolyan kérdezem. Mik az érzések? Milyen érzéseink lehetnek? Milyennek kell lenniük? Melyek az elfogadhatóak, és melyek nem?
Olyasmit kell éreznem, amit te vársz tőlem? Nem engeded meg nekem, hogy egész mást érezzek? Vagy például semmit? Nem. Az érzések hiánya betegség? Vagy inkább ellenkezőleg? Erő? Mint látod, azon töprengek, mi az, ami segíthet rajtam? És téged bánt az, ami segíthet rajtam? Ez meg mi? Mondja kérem, elment az esze? Bocsássanak meg, hogy zavartam. Nem akartam, de a tetszés nyilvánítás szívből jött. Ki ez? A sofőröm. Úrik is Mária itthon van? Igen, a rendőrség is itt van. Rendőrség? Bejönnél, Dóra? Ma reggel tudtuk meg, az akták úton börtön vannak. Börtön is állt. Felvettünk egy embert, aki börtönben ült. Te láttad a papírjait, nem szerepelt bennük semmi? Nem. Miért ült börtönben? Lopás. Egy tolvaj. Mi volt, betörő? Hamarosan kiderül. De azért mégsem egy gyilkos, ez teljesen kizárt dolog. Vagy maga azt hiszi? Egyelőre nem hiszek semmit. Természetesen elbocsátjuk. Hol van? Veled jött haza? Igen, velem jött haza. De emiatt még nem kell elbocsátani. Jó, de legalább megmondhatta volna. Lehet, hogy börtön viselt, de emiatt még nem kell elbocsátani. Minket lopott meg? Nem minket lopott meg! Eddig még nem, Dóra, eddig még nem. Csak ne izgasd fel magad. Rám kifejezetten jó benyomást tett. És persze rád is. Most emiatt vonja felelősségre? Ki? Én? Dehogy is. A lopás nem az én területem. Maga már ehet, ha nem, akar. Nem, én ráérek. Ma még rá sem szolgáltam az ebédre. Csak a kocsival furikáztam. Wagenger úr, jöjjön kérem. A rendőrség tudja, hogy börtönben voltál. Úgy. Tehát kiderült. De más egyebet nem tudnak. Nem. Ne félj, Dóra. Nincs mitől tartanod. Ezt már bebizonyítottam neked. Kérem, menjen be. Wagenger úr, megtudtuk, hogy börtönben ült Kielben. Való igaz. Lopás miatt ítélték el. Egy brilliáns nyakék egy ékszervásár során. Később megtalálták nálam, és felesleges lett volna tagadnom. És mikor engedték ki? Most már úgy 7-8 hete. Wagenger úr, a lopás nem érdekel. De nagyon szeretném tudni, hogy hol volt 7-8 hét alatt. Ott, ahol az otthonom volt. De minden idegenné vált. A lakásomat, a régi lakásomat már rég kiadták. Már semmi emlék nem kötött oda. És nem tartott ott semmi. Aztán idejött Münchenbe. Igen. Miért éppen ide? Miért? Mert ez volt a legmesszebbre az otthonomtól. Jó. Most megnézzük a lakását. Kérem.
Mint látja, nagyon szép lakást biztosítottak nekem. Még nem is csomagoltam ki rendesen. Körülnézhetnék egy kicsit? Hát persze. Köszönöm. Szinte nincs semmi. Az ember könnyen lemond mindenről. De nincs is szükségem semmire. Egy kis ételen, italon kívül. És persze kell egy hely, ahová ledőlhetek és gondolkodhatok. Ki ne vágyna erre? Mondja, mindig ilyen szerény volt? Nem volt más választásom. Jó, és? Most mit csináljunk vele? Semmiképp sem maradhat nálunk. Mi az, hogy nem maradhat? Nem látom semmi okát, hogy elbocsássuk. Maga szerint van? Ez az önök döntése. A kérdés csak az, hogy lehet-e ő a tettes? Ha ezt biztosan tudnám, rég letartóztattam volna. Eddigi nincs nyom, és semmi nem utal arra, hogy közel lenne a gyilkossághoz. Jó, lehet, hogy igazságtalan vagyok. De nem akarom többé itt látni. Én meg azt gondolom, hogy ne bocsássuk el. Az igazságtalan lenne. Én pedig nem szívesen élnék abban a tudatban, hogy igazságtalan vagyok. Nézze, csak egyszer, egyetlen egyszer került összeütközésbe a törvénnyel. És a lopás más, mint a gyilkosság. Bocsásson meg, kérem, csak szeretném megköszönni magának. Mit? Most már biztosan mindenki tudja, hogy börtönben voltam. Meg kellett volna mondania. Ennek ellenére mégsem mondtak fel nekem, amit nagyon köszönök. Köszönje Corin asszonynak. Ki van ott? Ki van ott? Én vagyok Dóra. Bezárkóztál? Miért? Mert nagyon félek. De Dóra, a ház kapuja zárva, minden ablak zárva, a riasztóberendezés bekapcsolva. Mindent leellenőriztem. Ülj le. Waginger úr van itt. Mi jön be? Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Waginger úr. Épp az aktáit olvasom. És egy meglepő résznél tartok. Nem akar leülni? Köszönöm. Kávét? Igen, kérek, tejjel. Willy? Tejjel. Waginger úr, az államügyész és a bíró mindketten meggyőződve állították, itt áll. A brilliáns nyakéket nem maga lopta el, hanem a felesége. A közvetett bizonyítékok nem magához vezettek, hanem a feleségéhez. Az államügyésznek, a bírónak meggyőződése volt, hogy hamis vallomást tett, hogy fel akarta menteni a feleségét, és végül a büntetést is magára vállalta. Mivel nem lehetett rávenni, hogy vonja vissza a vallomását, végül is magát kellett elítélni. Mit szól mindez, Waginger úr? Semmit. Mit szólnék hozzá? Az urak tévedtek. Jó, de a felesége egyike volt azoknak, akik a vásáron bemutatták az ékszereket. Igen, igen. És nagyon jól csinálta. Nagyon szép volt. Tökéletes a tartása. Méltósággal viselte az ékszereket.
De a brilliáns nyakéket nálam találták meg otthon az íróasztalomon. Tehát teljes joggal ítéltek el. A bíró azt mondta annak idején, várjon, fejből idézem. Waginger úr, maga szereti a feleségét, ez rendben is van, de rosszul értelmezett szeretet az, ha felel valamiért, amit a felesége követett pontosan el. Pontosan tudom, hogy mit mondott az a fafej, a fülembe csengenek a szavai. Bocsássak meg. De most is az a véleményem, hogy ezek az urak mind fafejek. Igen? Igen. És hol van most a felesége? Mit tudom én? Többé nem jelentkezett. A per annak idején elég nagy vihart kavart, és én rögtön azt mondtam, a legjobb, ha elköltözik, és megszakít minden kapcsolatot. Velem is. Jó, de akkor miért nem váltak el? Nem akarta. És miért nem? Nem ismerik. Különben megértenék. Dacára mindennek mindig mellettem állt. Rendkívül tehetséges ember, aki nem szolgált rá arra, hogy eltűnjön egy cella mélyén. Jó, de ezzel beismeri azt, hogy... Szó sincs róla. Nem ismerek be semmit. Maguk kérdeztek, és én válaszoltam. Ennyi az egész. És aztán soha többé nem hallott a feleségéről? Soha többé. Ez nem létezik. Minden kérdésükre válaszoltam, de most már indulnom kellene Corinna asszonyért a színházba. Ha megengedik. Tessék, menjen csak. Viszontlátásra. Ez őrület. Meggyőződésem, hogy a felesége kedvéért hagyta magát lecsukatni. Egy nőért, aki aztán hálából többé nem jelentkezett. Van ilyen, mit csodálkozol ezen? Meddig mehet el egy ilyen érzés? Épp most hallottad, meddig mehet el egy ilyen érzés. Ha igaz szeretetről van szó, Harry. Ez valóban csak szeretet volt? Nem ezt akartam mondani. A szeretet az, hogy egy ember mit tesz meg túlzott szeretetből, kiszámíthatatlan. Ezt akartam mondani. És ha nem lesz siker? Jaj, könyörgöm. Ne fest az ördögöt a falra. Bocsáss meg. Megint kihallgatott a rendőrség? Igen. És? Mit akartak tudni? Bekérették az aktáimat, és felolvasták, hogy mit mondott akkor az államügyész és a bíró. És? Ne aggódj, Dora. Már megint túlságosan ideges vagy. Teljes joggal. Ha kiderül valami, nekem vége. Minden tekintetben. Mindentől elbúcsúzhatok, amit végre sikerült elérnem. Mindig csak magadra gondolsz. Ez komoly hiba, Dora. Tudod, hol lennél ma, ha én is csak magamra gondoltam volna? Tőlem nem szabadulsz. Soha. Igenek is türelmet, Stefan? Igen? A pszichológus Kilből, Bruce professzor. Jó estét, professzor úr, itt Derek főfelügyelő. Elnézést a késői zavarásért. Ugyan semmi gond. Épp most érkeztem haza, itt várt az üzenete. A Waginger ügyről van szó. Igen, annak idején volt dolgom vele. Szakértő voltam a perben. Rendkívül érdekes eset. Egy férfi, aki lelkesen magára vállalta a felesége bűnét. De tudja, az igazán érdekes figura az asszony. Hideg, szívtelen nő, és rettentő csinos. Másrészt viszont mérhetetlenül erkölcstelen. Egy cseppet sem zavarta, hogy a férje felvállalta helyette a büntetést. Nem tudtuk megakadályozni. Jól játszották a szerepüket. Hogyan? Mire gondol? Nem, soha nem járt a férjénél. Hogy úgy mondjam, egyik napról a másikra törölte az emlékezetéből, mintha sosem létezett volna. És a férje hogy reagált erre? Nehéz megmondani. Minden esetre úgy, hogy ne lehessen látni rajta semmit. Látszólag egyáltalán nem reagált. Ami nagyon meglepett, mert rendkívül labilisnak tartom. Köszönöm, professzor úr. Elnézést a késői zavarásért. Egyáltalán nem reagált. Látszólag nem. Pedig egyébként nagyon labilis. És ha mégis reagált, anélkül, hogy észrevették volna. Hogyan? Az,
aki ennyire csüng az asszonyán, és labilis, bármikor elveszítheti a józan eszét. Anélkül, hogy észrevennék? Miért ne? A férfi rendkívüli helyzetben találja magát. Kiengedik a börtönből, bolyong a környéken, aztán elutazik Münchenbe, és... Hadd nézzem csak. Mit akarsz megnézni? Az asszony szerepel az aktákban. Hogy hívják? Mi a keresztneve? Dorothea. Dóra. Pont, mint Corin asszony. Igen. De persze lehet véletlen is. Véletlen? Én már nem hiszek a véletlenekben. Waginger a feleségét kereste. És végül meg is találta. Férjhez ment Stefan. Pedig még el sem váltak. Valóban. A bigámia tiszta esete. Pedig egy szóval tisztázhatta volna. Ott állt volna egy érvénytelen házassággal, elkényeztetve, körülvéve gazdagsággal és luxussal. Ott állt volna egy meghiúsult színészi karrierrel. Ő mindent elveszíthetett volna. Na és a gyilkosság? A gyilkosság? A gyilkosság, igen. Szinte biztosra vehető, hogy Waginger egész rendkívüli állapotban volt, de mit jelent ez egy ilyen labilis embernél? Valakinél, akinek teljesen... Kicsúszott a talaj a lába alól, ha csak. Egyszerűen helyre akarta igazítani azt, ami véleménye szerint nincs rendben. Érted? Ő a nő férje, senki más. Úgy gondolod, hogy ő Corin gyilkosa? Biztos vagyok benne. Ezzel az erővel a feleségét is megölhette volna. Nem. Őt szereti. Bűnügyi rendőrség, Derrick! Mit akarnak? Az egész ház alszik! Nyírem, nyissa ki! Jó estét, Waginger asszony! Most idehozzuk a férjét, szembesítésre. Kérem, ébresszen fel mindenkit a házban. Sajnálom, de Henseler asszony két napra elutazott a rokonaihoz. Igen? És a fiatalok? Mária ma este az egyik barátnőjénél alszik. És Ulrich Corin, ő itt van? Nincs. Waginger úr? Waginger úr!
Stefánit valami nem stimmel. Kopogtattam, kiabáltam, de Wagner nem jelentkezik. Az ajtó zárva, pedig ég a villany. Van kulcsa a házhoz? Nem tudom, hogy hol van. Henseler asszony nincs itt. Maradj itt. Én nem tettem semmit. Tényleg semmit? Ide jön egy ember Killből és megöli a férjemet. Ennyit, csak ennyit mondtam Ulrichnak. Engem nem vádolhatnak. Ezt verje ki a fejéből. Engem nem vádolhatnak. Ha ez sikerült volna magának, akkor nem vádolhatnám.